nagyon szépen köszönjük a Nagy István államtitkár úrnak a Főmérsügyi Minisztériumból, hogy elfogadta a meghívásunkat, és képviseli a kormány álláspontját, és Salai Róbert Benedeknek, a Fenntartható Fejlődés Bizottság elnökének is nagyon köszönjük. Az, hát alapvetően itt ugye az agráriumról lenne szó ezen a vitán, az agráriumra, a TTIP, illetve a CETA egyezményeknek a hatásáról. Az első kérdésem az inkább az államtitkár úr felé irányulna. Ugye tavaly októberben azt mondta Szijjártó Péter, a külügyminiszter, hogy a kormány elkötelezett a TTIP iránt, ez volt a... És legutoljára azt mondta, a legutóbbi nyilatkozata szerint pedig, amit Schiffer András már idézett, hogy a nem vámjellegű akadályok lebontása az jót tesz Magyarországnak. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy háromtól öt, tehát egy pár ilyen kevés számú pozitívumot össze tudna foglalni, hogy miért érdeke a magyar agráriumnak ez a CETA, illetve a TTIP egyezmények. Tehát milyen pozitív hatásai várhatóak? Parancsoljon. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is mindnyájukat, és az az igazság, hogy nyilván azért is hívtak ide, hogy alakulhasson ki egy vita vagy párbeszéd erről a témáról. Én ezt örömmel fogadtam, ezt a meghívást, mert magát a TTIP-t egyenlőre valahogy olyan, mintha egy filozófiai kérdés lenne, hiszen magát a tartalmát még nem ismerjük. És persze ezzel joggal jelenthetünk ki kifogásokat, mert maga a módszer, maga a tárgyalási mód mind-mind olyan, ami gyanakvásra adhat okot. Ugyanakkor tiltakozni ellene a tartalmára csak akkor fogunk tudni, amikor már tudjuk, hogy miről is szól. Tehát a mostani viták, amik a TTIP-t körülveszik, az inkább annak a kérdésnek a vitája, hogy szükséges-e unblock egy amerikai-magyar, vagy amerikai-európai szabadkereskedelmi egyezmény létrehozása. Tehát maga a téma kerül a viták keresztüzébe, és kevésbé most még a tartalma. És azt kell mondjam, hogy a tartalmával kapcsolatosan a legtöbb részben abszolút egyetértünk. A különbség közöttünk annyi ellenzéki pártok és mondjuk kormánypártok között, hogy az ellenzéki pártok mindig joggal pesszimistábbak és gyanakvóbbak, a kormánypárt pedig mindig szeretné belelátni egy picivel több pozitívumot, mint mondjuk amit az ellenzéki párt lát bele. Tehát jelenleg ezen a mesdjén mennek a közöttünk lévő viták. De hogy néhány konkrétumot is hagy tudjak mondani, amit a kormányzat tud az előzetes hatástanulmány szerint, a magyar-USA kereskedelemben középtávon 15%-os export növekedés jelezhető előre. Ezért is van egy remény arra, hogyha létrejön, akkor mivel az USA hazánk egyik legkihasználatlanabb agrárpiaca, akkor ez a növekedés ez talán megy. De feltétlenül szeretnék valamit elmondani, ami szerintem árnyalja egy kicsit ezt a vitát. Magyarország az összes élelmiszergazdasági kiviteléből 2014-ben csupán 0,43% volt az USA részesedése. Míg az összes magyar élelmiszergazdasági import 0,77%-a érkezett az USA-ból. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet hatástanulmánya szerint a megállapodás megkötése után sem várható érdemben nagyobb globális növekedés ebben a téren. Tehát mindaz a veszély, amit számunkra az USA mezőgazdasága jelent, az nagyon elhanyagolható, tehát 0,5% alatti hatás mindaz, ami van. Egyenlőre bevezetésként első kérdésedre ennyit szeretnék. SRB? Az a kérdés, hogy miért támogatja a kormány? Nem, az a kérdés, hogy elhanyagolható-e a hatása, és nem is kell-e ugye akkor annyira félni. Én is szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és én is szeretném személyesen megköszönni Nagy István államtitkár úrnak, hogy eljött ide. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Okopolis jobb pozícióban van a kormánynál, mint a Hír TV vagy ilyesmi, tehát hogy leáll velünk vitázni, tehát hogy ezt mindenképpen megtiszteltetéssel veszük tudomásul. Anélkül, hogy tisztelt szeretnék lenni, azért hagyj hívjam fel arra a figyelmet, hogy
Miközben a kormány azt mondja, hogy ez egy alakuló folyamatban lévő egyezmény, és nem tudjuk még részleteit, közben becsülgeti, hogy milyen export hatásokkal jár. Nyilvánvalóan, ha nem tudjuk, akkor minden becslés az nyilvánvalóan abból adódik, hogy milyen szemlélettel közelítjük meg, hiszen nem tudhatjuk. 0,43-0,77 az export, illetve importnak a aránya. Szerintem ez teljesen normális, tehát piszok messze van ez az ország. Köztünk van egy nap piszok nagy óceán. És mindaddig, ameddig a mobilizáció környezetterheléssel és nagyon nagy költséggel jár, addig az a normális, ha ez így marad, vagy ez alá kerül. Mert ez a természetes része ennek. Így kellene működni. És nyilvánvalóan itt, hogyha a kockázatokról beszélünk, hogyha valaki azt mondja, oda jön hozzám, hogy fel fogja gyújtani a házamat, és tárgyaljunk róla, hogy mikor csinálja, meg hogyan, meg benzinnel gyújtsa, vagy mással, akkor nyilvánvalóan nem érzem azt, hogy nekem erről tárgyalnom kell, mert nem szeretném, hogy azt megtegyék. Ezért van az, hogyha az LMP kormányozna, akkor minden bizonnyal nem lennénk optimisták, és nem a kormányzati pozícióból adódóan nem gondolnánk azt, hogy ez egy jó előrelépés lehet, hanem azt gondolnánk, hogy ez összességében csak veszélyt jelenthet ránk, mert hogyha olyan nemzetgazdaságot szeretnénk építeni, és olyan mezőgazdaságot, amit 2010 előtt a Fidesz ígért Magyarországnak, akkor ez azzal a szemlélettel teljes mértékben ellentétes, amit a szabadkereskedelmi egyezmény kínálhat az országnak. Nyilvánvalóan itt azt mondjuk, hogy ugye nagyon sok szó esik általában a GMO-ról, gondolom még lesz is erről szó. Én magam részéről azt gondolom, hogy ez a életbiztonság kockázatoknak csak egy kicsi szegmense, és sokkal, de sokkal nagyobb szegmense az, amiről szó sem esik, vagy amivel nem foglalkozunk, mert nem ilyen felkapott és divatos téma, de onnantól kezdve, hogy klónozott csirkéknek a savalmosott részét hogy hozzák be, majd esetlegesen meg egy halom más élelmiszerbiztonsági kérdéssel alig-alig beszélünk, tehát szerintem van kockázat. Szerintem élelmiszerbiztonságunk kívül van kockázat a termelésünkre és a gazdaságunkra, mert erre gondolom, hogy hosszabban kitérünk, semmilyen formában nem lehet összehasonlítani az amerikai mezőgazdasági termelési struktúrát és a Kárpát-medencében lehetőséget teremtő természeti erőforrások megbűvéléséhez szükséges mezőgazdasági struktúrát, és ez a versenykülönbség, hogy másképp kell termelnünk másmilyen természeti erőforrás tartalék mellett, nyilván alapvetően pozícionálja a helyzetünket. Van egy baromi nagy ország, minden létező természeti erőforrással, amit el lehet képzelni, fél kontinensnyi, meg vagyunk mi, meg az Unió, akiknek a lehetőségei, természeti erőforrás tartaléka teljesen eltérő. Ebből adódóan szerintünk, a mi megállapításaink szerint, hogyha valaki fenntarthatóságról beszél, az Európai Unióban fenntartható fejlődésről beszél, akkor az ilyen jellegű szabadkereskedelmi egyezmény mindezt csak veszélyeztetheti. Így én a pesszimista álláspontomat fenntartom. Hogy egészítsem ki képviselőtársamat néhány gondolattal még, hiszen azt mondja, hogy miért foglalkozik vele a kormány, ha 2013 óta zajlanak ezek a tárgyalások. Magyarország az Európai Unió része. Sajnos nem a kormányzatunk tárgyal közvetlenül az amerikai kormánnyal, hanem az Európai Unió tárgyal közvetlenül a kormányzattal. Tehát mi, mint tagállam vagyunk ebben érintettek. És ugyanúgy küzdünk az információért, mint ahogy önök, és ugyanígy szedegetjük össze különböző brüsszeli forrásokból azokat a bennünket érintő kérdéseket, amelyek ebben a kérdésben megnyilvánulnak. De hogy előrevetítsek egy szerintem itt ebben a teremben jól hangzó gondolatot, az az, hogy Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a végén a parlament ratifikálja és dönthessen róla. És egyet biztosan tudok önöknek ígérni, ha GMO kérdésben gyanú vagy probléma merül föl, biztos, hogy nem fogja megszavazni a magyar kormánytöbbség, pontosan azért, mert az alaptörvényünkben is rögzítetten GMO mentességre törekszik az ország. Valóban a két ország mezőgazdasága összehasonlíthatatlan, mert az egyik ország, mint egy konténesnyi területeken tud egyszerre intenzív mezőgazdaságot folytatni, vagy gazdálkodást folytatni, addig a Kárpát-medencei vagy a magyar gazdaságnak pontosan az az előnye, hogy sokkal több kézműves beavatkozása van lehetőség. Sokkal inkább minőségi élelmiszert tudunk tenni. Mi a kettő közötti versenykülönbség? Az, hogy míg az USA tud nagy mennyiségben, kvázi olcsón előállítani terméket, tehát tömegterméket képes előállítani, addig a magyar mezőgazdaság kézműves termékben tud prémium minőséget előállítani. És az, hogy az ország ratifikálta azt, hogy GMO-mentességre törekszik, és az alaptörvényében is ezt elfogadta,
azzal, hogy nem állunk meg azon, hogy csak a vetőmagok lehetnek GMO-mentesek, hanem tovább megyünk az állati termékek GMO-mentességének elérése ügyében is. Ezért a tudományegyetemeken most zajlanak azok az etetési kísérletek, amelyek az import szóját kiváltják, és egy olyan takarmány adalékot tudunk majd a jószágok takarmánykeverékébe beletenni, ami kiváltja a szóját, ezáltal GMO-mentes takarmányt tudunk előállítani, hogy nyugodtan a termékeinkre is ráírhatjuk, hogy GMO-mentes takarmányból származó élelmiszerről van szó. Na, ez a verseny előnyünk. Így fogjuk tudni, erre készülünk egyébként most, amikor tejmizéria van az országban, erre készülünk, hogy minél hamarabb föl tudjuk tüntetni a magyar dobozos tejeken azt, hogy ez GMO-mentes takarmányból származik. Ez nagyon fontos a vásárlóknak, hiszen a közvéleménykutatásokból kiderülve 80% a lakosságnak ugye fél a génmódosított termékektől. Ez egy olyan piaci előny, amit ki fogunk tudni használni, és ezt meg is tudjuk tenni. És kellő védelem az óceán, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra a mezőgazdasági termékre, vagy bármilyen termékre, ami nyereségesebb tud lenni, vagy olcsóbb tud lenni a magyar piacon áthajóztatva, vagy áthozva az óceánon, mint hogyha itt magunk megtennénk. Tehát azért ez szerintem így egészen egy jó dolog, és szerintem az egy kellő biztonságot ad, hogy csak akkor ratifikálja a magyar parlament a szabadkereskedelmi egyezményt, ha abban GMO-mentes garanciák vannak. Nem haladunk rosszul egyébként, mert az Európai Unió azzal, hogy mentesítette a közösséget attól, hogy csak egységes döntés lehet, hanem tagországi lehetőséget ad a GMO-mentesség fenntartására és egyéb hivatkozási alapok, társadalmi, gazdasági, kutatói hivatkozásokat is elfogadnak már. Ez szerintem pontosan kellő védelem arra, hogy a magyar gazdaság meg tudja magát védeni a külföldi hatásoktól, vagy a génmódosított termékek özönétől ebben az országban. Köszönöm szépen. Akkor szerintem rá is térhetünk a génmódosított élelmiszereknek a témájára. Ugye azt az államtitkár úr úgy kezdte, hogy nem ismerik még a szövegét, tehát filozófiai vita folyik. A CETA-nak ismerjük a szövegét, ratifikálásra vár. Schiffer András is idézte, hogy ott az elővigyázatosság elve helyett milyen a industriális elv érvényesül a GMO szempontjából, hogy akkor ön nem lát kockázatot-e a magyar GMO-mentességre nézve a CETA-val kapcsolatban, és akkor azt ratifikálja fogja ez a parlament. Ez az első kérdésem, és utána pedig majd SRB-t megkérem, hogy a GMO-mentességről beszéljen még. Köszönöm. Ravaszak a különböző szerződések megfogalmazói. Tehát nagyon ravaszok a különböző szerződések megfogalmazói, mert valóban úgy van, hogy így soha nem lesz leírva egy szerződésben sem, hogy akkor engedélyezik a génmódosított termékek beérkezését. Én úgy tudom, hogy most vizsgálják azt a szövegtervezetet, ami ezt a szerződést, ami tartalmaz ez a szerződés. És nagyon alaposan meg kell vizsgálni, mert tényleg minden szónak jelentősége van. Tehát nem lehet hagyni kiskaput vagy hátsó kaput, amin be lehet hozni ezeket a termékeket. Főleg úgy, hogy tényleg kivívta Magyarország, szerintem példa nélkül azt, hogy szabadon dönthet a GMO-mentességről. És az Amflóra burgonyával kapcsolatosan is tényleg olyan döntést, mert mi pert is nyertünk már az ügyben, hogy megakadályozok a GMO-mentes, vagy a GMO-s növények ültetését Magyarországon. Tehát nem haladunk rosszul is. Én azt gondolom, hogy konkrét választ adni arra, hogy igen vagy nem a CEFTA megállapodása, csak akkor lehet, ha konkrétan tudjuk és kielemezzük minden mondatát, erre vonatkozó részt, mert ott a modern tudományok és kutatások fejezet az, ami egy kicsit veszélyforrást rejt, de ezt meg kell vizsgálni, hogy valóban rejte, valóban van-e benne olyan kiskapu lehetőség, ami beengedi a GMO-t, vagy nem kell ettől félnünk. Ahogy ez a válasz meg lesz, szerintem abban a pillanatban a magyar kormány álláspontja is meg lesz arról, hogy ezt az egyezményt ratifikálja, vagy nem ratifikálja. Én a magam részéről csak
üdvözölni tudom azt, hogy a GMO ilyen fontos súllyal van ebben az egész döntési folyamatban. Ugyanakkor azt el szeretném mondani államtitkár úrnak, hogy én igazából akkor lennék nyugodt, hogyha nem ettől tennénk függővé. Ugyanis, mint elmondtam bevezetőmben, én a GMO mentességünk kockázatát viszonylag nagyon-nagyon fontos egészségügyi kockázat, vagy humán egészségügyi vonatkozású kockázat, élelmiszerbiztonsági kockázat, de egy kicsi szegmense csak a veszélyeknek, és maga a TTIP-nak a valós kockázata a gazdaságunkra, a önrendelkezésünkre sokkal több kockázatot rejt, ettől függetlenül is. Tehát én arra biztatnám államtitkár urat, hogy a kormányban inkább azt kellene képviselni, hogy még a TTIP akkor sem lesz jó Magyarországnak és a magyar társamnak, hogyha ne adj Isten, vagy illetve adja Isten, a GMO teljesen kikerül. De magam részéről még ebben sem hiszek igazán, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a CETA-ban jelen pillanatban konkrétan olyan rendelkezések szerepelnek, amelyek arról szólnak, hogy csökkenteni kell a kereskedelmet veszélyeztető biotechnológiai szabályozási korlátozásokat, és ez szó szerint benne van, akkor ez mi másról szólna, mint arról, hogy az ilyen jellegű technológiáknak teret kell adni. Márpedig, hogyha ez valamilyen szintű analógiában van a két szabad kereskedelmi egyezmény, akkor ez a kockázat megvan. Megvan már a kanadaival, és meg lesz ez a általában a transatlantival is. Tehát én magam részéről nagyon-nagyon kockázatosnak érzem. És hogyha már itt elidőzhetünk egy picit, akkor hagyd mondjam még el, hogy ugye szó esik Magyarország GMO mentességéről, és ugye most erről beszélünk egy kicsit. Ugye én magam részéről soha nem hittem ebben, tehát én elhittem azt a jó szándékot, hogy a persze beleteszik az alaptörvénybe is, de a végrehajtással kapcsolatban egészen addig, míg az Európai Unióban ez nincs szigorúbban szabályozva, és nem az egész Unió utasítja el ennek a termesztési lehetőségeit, mindaddig, ameddig GMO-s takarmányok kerülhetnek be, fehér alapú takarmányok a magyar állattartásba, addig ez veszélyt jelent. És csak arra szeretném felhívni államtitkár úrnak, mint agrár szakembernek a figyelmét, hogy micsoda egy visszás, furcsa helyzet az, hogy azzal foglalkoznak az egyetemén kutatói, hogy hogy lehet a GMO-mentes vagy fehér takarmányt előállítani az intenzív marhatartás részére, miközben Magyarország természeti erőforrás tartalékában milliós nagyságrendben van olyan termőföld, ami 10 aranykorona alatti extenzív gyepekre alkalmas. Ezeket a gyepeket odaadjuk olyan gazdálkodóknak, akinek legelő jószága sincs, miközben legelő jószágból, ami a legjobb minőségű, legnagyobb omega-zsírsavak tekintetében minden a legnagyobb élelmiszerbiztonságot teremtő hús tudná előállítani, vagy tej tudná előállítani, ezt meg nem használjuk ezt az erőforrást erre. Tehát, hogy milyen furcsa a helyzet, hogy eleve abból indulunk ki, hogy csak intenzív begondolkozunk, és ennek kutatási tevékenységei vannak, holott mikor Magyarország állatállománya lényegesen az ötszöröse volt mondjuk a mostani állatállománynak, akkor is jelentős részben szálas takarmányra tudtuk alapozni a takarmányozást, ettől most mennyire eltértünk. És itt jön az a szó, amit tetszett volt többször alkalmazni, ez a versenyképesség szó. Hogy a versenyképesség ugye mit is jelent? Mert ugye arról van szó, hogy ugye elhangzik az, hogy a versenyképességünk a jó minőségű élelmiszerellátás lehetőségekben van. Én meg azt mondom, hogy a versenyképességünk abban van, hogy nem szorulunk rá egy kicsit sem a szabadkereskedelmi egyezményre. Abban van, hogy a Kárpát-medence természeti erőforrásai, édesvíztartalékai és termőföldjeinek a mennyisége megteremti ennek a lehetőséget, hogy a jelenleginél akár egy nagyobb populációval is biztonságos élelmiszerellátást teremtsen teljesen a Kárpát-medencében. Ez a valódi versenyelőnyünk, hogy nem szorulunk rá és nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy erre szükségünk legyen. És ha bár én hoztam fel azt, hogy úgy jó az, hogy az óceán közöttünk van, vagy, annak ellenére az, hogy ez kellő biztonságot jelentene, ezt csak azzal szeretném cáfolni, hogy, illetve nem is én cáfolom, ez Kína cáfolja. Tehát a kínai termékek magyarországi piaci tényre is az pont azt cáfolja, hogy hatalmas puszták, hatalmas hegyek, tengerek nem választják el annak a lehetőségét, hogy a olcsó áru, a rossz körülmények között dolgozó embereknek, rossz minőségben, más előírások mellett dolgozó embereknek a sokkal értéktelenebb terméke, az ne veszélyeztesse a magyar gazdaságot. Tehát ez szerintem kellene, hogy felkiáltó jelként óva intse a kormányt attól, hogy csak a óceán nagyságában bízzon. Ezért mondtam én, hogy sok filozófiai kérdés van, ami árnyékolja ezt a vitát, hiszen kimondva, kimondatlanul a globalizáció hatásairól beszélünk. Így van? És kimondva, kimondatlanul feszegetjük azt a témát, hogy Magyarországnak jó helye van-e az Európai Unióban, hogy mindazt az előnyöket, illetve kötelezettségeket, ami ez vele jár, azt fogadja vagy sem. A másik dolog az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar gazdaság exportorientált. Az exportorientált országoknak pedig a legnagyobb gát mindig a vám
tehát mindig a határok. Tehát egy export, és akkor most egy filozófiai tétel, az export-orientált országok alapvetően érdekeltek abban, hogy nyitottak legyenek a határok, és szabadon lehessen kereskedni. Nyilván ennek előnyei, és nyilván ennek hátránya is vannak. Csak egy hátrányt hagy mondjak, amit képviselőtársam fölvetett, és ez ebben a körben meg kell beszéljük, mert ha minden emberben olyan felelősség teljesen lenne jelen a zöld gondolkodás, az egészségre való odafigyelés, vagy az egészséges élelmiszer iránti igény, hogy tudatos vásárló lenne, akkor nagyon könnyű helyzetben lennénk. Mert akkor mindaz, hogy legeltetéses vagy extenzív állattenyésztést folytassunk, akkor az egy versenyképes dolog lehetne, mert magasabb áron el lehetne adni, és a tudatos vásárló érte nyúlna a polcon ezekért a termékekért. Csak hogy nem így van. Azzal küszködünk, és mielőtt egy pici műhelytitkot hagyáruljak el, mielőtt ide érkeztem, a tejtermék tanács volt nálam, és jelezte, hogy óriási a baj, mert változatlanul a cégek hozzák a szlovák importáját az országba, és az akciókkal jóval az önköltség alatt vannak már. Igen. De miért tudják behozni? Mert a magyar vásárló zömmel árérzékeny. Tehát nem azt nézi, hogy az egészséges, biztonságos akármi, hanem azt nézi, hogy egy forinttal olcsóbb, akkor sajnos azt veszi le a polcról. Tehát nem tekinthetünk el attól, hogy a magyar mezőgazdaságnak legyen intenzív ágazata, intenzív része, mert az, csúnya szó ez, de a piacon azt tud megfelelő árat versenyképesen hozni a fogyasztók számára. De mivel olyan istenáldotta adottságaink vannak itt a Kárpát-medencében, nem használhatjuk ki, vagy nem herdálhatjuk el azokat a természeti előnyöket sem, amelyekkel rendelkezünk. Mert előbb-utóbb hiszem, hogy ahogy önök, egyre többen a társadalomban lesznek tudatos vásárlók, akik hajlandók megfizetni a garantált minőséget. A GMO-mentes védjeggyel is erre appellálunk. Nyilván azt szeretnénk elérni, hogy kevesebben nyúljanak a szlovák tejért vagy a lengyel tejért, hanem erősítsük a magyar termelőknek a lehetőségeit. De gondolják el, hogy mennyire jó történet lenne, ha a legelő marhák húsát lehetne a piacon kapni, ha extenzív tartással lehetne. És nem szörnyítem önöket azzal, hogy növekedési hormonnal és mivel nem nevelik az ártartásban Európa vagy Amerika egyes részein a hízomarhákat. Szörnyű úja, hogy van. A Creutzfeldt-Jakob kór is nem véletlenül alakult ki, nem azért, mert természetesen tartottuk a jószágot, hanem olyan takarmányt etettünk a szarvasmarhában, mint kérődzővel, ami neki nem természetes takarmánya volt. Mert a tehén önmagától sohasem evett volna hullát, vagy dögöt, vagy bármi más, amiből a húsliszt, vagy a vérliszt készült, amivel etették az ő takarmányát, vagy dúsították az ő takarmányát. És innentől van, a természetellenességtől van a baj. Azzal, mint soha nem vitatkozunk képviselőtársammal, hiszen a parlamentben is váltottunk erről már szót, a legelő területeink nagyságát valóban növelni kell. Az utóbbi időben ugye száraz évszakok voltak, sok száraz évjárat volt Magyarországon, emiatt nagyon sok legelőt felszántottak a földéség miatt, a nagyobb jövedelemszerző képesség miatt. De ez nem lesz mindig így, mert ugyanakkor sírnak a gazdák a belvíz véget, a különböző károsodások véget. Vissza kell állítani a legelőket. És ha a legelők visszaállítódnak, akkor azon lábas jószágnak kell lenni természetesen. De ehhez a fogyasztói igényeket is hozzá kell rakni. Mert miért van az, hogy juhból, bárányból alig fogyasztunk Magyarországon? Elhanyagolható a fogyasztás mértéke. Az egyik legegészségesebb húsról beszélünk. És nem alakul ki, nem ivódik be a társadalomban, mert nincs jelen. Tehát azon túl, hogy félünk a globalizációtól, és a globalizáció hátrányait szenvedjük, sokkal öntudatosabbnak kellene lennünk, és én azt remélem, hogy az elkövetkező időszak, az elkövetkező évtized pont az öntudatra ébredésről kell, hogy szóljon. Csúnya leszek. Ha nem arról fog szólni, akkor minden téren elveszünk. Fizikai létünket is veszélyeztetjük akkor, ha az öntudatra ébredés nem következik be. Visszatérve, tehát
Amikor itt járt az amerikai egyik főtárgyaló Brian asszony, akkor azt mondta, hogy kicsit hasonlóképpen, ahogy államtitkár úr beszélt, hogy a globalizációnak, meg ennek a kereskedelemnek Magyarország lehet a nyertese is, hiszen például pogácsa exporttal be tudunk törni az amerikai piacra. Ez volt a konkrét, amit használt. Az amerikaiak többször mondták, hogy van egy olyan, Amerikában jó módú piac, amik a GMO-mentes élelmiszerekre mennek, amik ilyen jó minőségű, és hogy Magyarország ide be tudna törni. SRB-től kérdezném, hogy miért vagyunk ilyen pesszimisták? Nem tudnánk-e betörni az amerikai ilyen nagyon high class, GMO-mentes, organikus élelmiszer piacra ezáltal az egyezmény által esetleg? Tényleg reagáljuk erre? Nem tudom, provokál-e, de nem, tehát, hogy jobban tisztelem a itt ülő embereket, hogy ez teljesen komolytalan. Tehát, hogy gyakorlatilag normális élelmiszerbiztonsággal eljutott terméket helyben tudnak előállítani, tehát, hogy én nem tudom, milyen pogácsa, tehát nem tudom, miről van szó, tehát, hogy ez... Tehát nem tudom megmondani, hogy a magyar GDP-nek mekkora részét teszi ki a pogácsa előállítás, De hogy ezzel nem fogják a magyar foglalkoztatást és a magyar jólétet megteremteni, ezt gyakorlatilag bármit felteszek. Tehát, tehát én nagyon örülök nekik, ha ezek a legnyomósabb érveik, mert ez nagyjából szerintem eldönti a magyar társadalom támogatottságát, vagy támogatását az ügyben, hogyha ezzel ezt próbálják megszólítani a magyar közéletet és politikát. Tehát nyilvánvalóan ez... Tehát nem tudok volna többet beszélni, tehát komolytalan. Ugye államtitkár úr mondta, hogy a globalizáció hatásai ugye elérnek bennünket, tehát ez a baj, hogy ez nem a hatások, ez maga a globalizáció. Az összes negatívumával, az összes káros hatásával. És hogyha a pogácsa exportunk lenne Magyarország egyik legfontosabb tevékenysége, még akkor is fenntartanám azt a gondolkozási jogot magamnak, hogy azt mondjam, hogy vajon tényleg kell-e ennyire exportra termelnünk, és tényleg a pogácsa termelésre kell-e feltennünk a Magyarország jövőjét, mert hogyha azt nézzük, hogy... Tehát pont erről beszélünk, ugye elnézést kérek, tudom, hogy már itt mindig minden elnök a tájtól való eltérésre nem szokott szólni, de hogyha arról beszélünk, hogy a magyar piac árérzékeny, akkor arról beszélünk, hogy milyen a magyar életminőség, milyen a magyar életszínvonal, mit tud megfizetni. Én nem hiszem azt, hogy azért eszük a olcsó parizert, mert arra van igényünk, és nem kóstolgatnánk szívesen a minőségi sonkákat, amik garantáltan organikus gazdaságokból jöttek ki, hanem azért, mert rossz a gazdasági struktúránk, és a rossz gazdasági struktúra nem tudja megteremteni azt a egzisztenciális hátteret Magyarország állampolgárainak, hogy erre kellő igényt tudjanak fordítani. Mindaddig, ameddig bárki arra fogja akarni Magyarország megélhetését, Magyarország munkahelyteremtő képességét helyezni, hogy mennyi pogácsát állítunk elő, addig valószínűleg rossz úton fogunk járni, és addig nem lesz nagyon miről tárgyalnunk ebben az ügyben. Ez körülbelül olyan a kérdés, mint emlékeznek rá, hogy mennyire valós kérdés a pogácsa. Emlékeznek rá, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, mi volt a szlogen? Nyissunk kávézót Bécsben. Ugye ez körülbelül ugyanaz a szint, hogy majd mi pogácsát viszünk az Egyesült Államokba, vicc. Ugyanolyan irrealitás, mint a nyissunk kávézót Bécsben, és milyen jó lesz nekünk, hogy ott nyithatunk. Az a baj, hogy olyan messziről ilyen kicsinek látszunk. És azt gondolják, hogy bármit el lehet hitetni velünk, és bármit beveszünk. Azért ez nem így van. És én azt teljes bizonyossággal merem önöknek mondani, hogy nagy csatákat fogunk ezért vívni. Hogy az nem lehet, hogy feltett kézzel adja meg egy ország a legfontosabb értékeit. Nekünk pont az az értékünk, hogyha már ekkora méretűek vagyunk, amekkorák, akkor az itt előállított termékeknek minél magasabb lehessen a minősége. És ha el tudjuk érni ezt, minél több hozzáadott értékkel, minél több kézimunkaerővel, minél több kézműves termékünk lehessen, akkor gyakorlatilag ez versenyképes. Ugyanakkor végig kell gondolnunk valóban a globalizációs dolgot, hogy mi lett volna a magyar gazdasággal, ha mondjuk úgy döntünk, hogy nem csatlakozunk az Európai Unióhoz. Hogy képes-e a magyar gazdaság önmagát eltartani? Hogy képes-e annyi munkahelyet teremteni, ami szükséges az ellenintézkedések
után is, hogy ez fennmaradjon. De azért valljuk be, a sokat szidott autóipar azért nagyon sok embernek ad megélhetést Magyarországon. Sok alkalmazotti munkást foglalkoztat, de nagyon sok háttéripara van, ahol nagyon sok kis vállalkozás a maga szellemi termékét, a maga fejlesztésével gyártja a termékeket. Mi lenne velünk, ha nem lenne? Tehát egy olyan nagy városok, mint Győr, vagy lehetne még sorolni, hova tenni azt a sok embert ezzel? És persze, majd jön a válasz képviselőtársamtól, és én ezt nagyon tisztelem ezért, hogy elmondja a zöld gazdaságnak, hogy mennyi munkaerőt tud felszívni. Igen, csak ahhoz pénz kell. És ha az országnak nincsen gazdasági teljesítő képessége, nem tud másból befektetésre realizálható forintokat előállítani, akkor nagyon nagy baj, hogy hiába tudná, hogy mi a jó, ha nem lehet megtenni. És most föl fognak ördülni, de akkor is el kell mondjam, hogy amiért kikapunk sokszor, szélerőművek kérdése, hogy miért nem megyünk a zöld energiával előre, és mennyire észszerű dolog lenne, hogy ennek menni kell előre. Olyan gonoszság az indoka, hogy alig merem önöknek elmondani. Mert négyszer drágább, mint a mátrai erőműbe előállított energia. És ez a gond, hogy nem képes az ország áttérni leghamarébb csak erre az energiára. A német gazdaságot is nagyon húzza. És azért az is egy kicsit valahol, számomra ez mindig ilyen képmutatás, mezőgazdasági példát, hogy mondjak először, betiltják a kappanozást Németországba, hogy nem lehet. Honnan hoznak kappant? Franciaországból. Mert ott nincs betiltva, és ezért, mert ők a kappant szeretik, ezért behozzák a kappant onnan. Ugyanez van az atomenergiával, Franciaországba hozzák be. Tehát nehéz történet. Az ország valós gazdasági teljesítményét, lehetőségeit kell mindig a szándék mellé oda tenni, hogy mit szeretnénk. Abba önöknek teljesen igaza van, és én ezért nagyon tisztelem a képviselőtársaimat, hogy ha nem is tudjuk elérni, de tudni kell, hogy hova kéne eljutni, hogy mi az, amifelé törekedni kell, mert óhatatlan a túlélést és a hosszú távú biztonságot Magyarország felé is, az jelenti, hogy el kell oda jutnunk. És ez jó, hogy viszik a zászlót, és mutatják, hogy merre, hol van a biztonság. Kicsit visszakorok, tehát nagyon-nagyon messzire mennénk, ha elkezdenénk arról beszélni, hogy milyen a német energiaimport és milyen az energiaexport, tehát hogy ebbe most külön nem menjünk bele, mert viszonylag szerény mértékben érinti a TTIP-t. Viszont ez az egész, amit a szabadkereskedelmi egyezmény jelent, az, hogy merre tartunk, merre tart az ország, merre irányozza a jelenlegi kormányzat az országot, ezt úgy kell felfogni, minthogyha egy Nyíregyházából Győrbe tartó vonaton, ami halad, megindulnánk a vonat hátuljába, és azt mondanánk, hogy menjünk közelebb Nyíregyházához. Nem, a szabadkereskedelmi egyezmény az ellentétes irányba visz bennünket, és hiába teszünk emide lépéseket, nem fogunk közelebb jutni a célhoz. Mert én, ugye nem, legtöbben nem tudhatják, én Túrkevén élek, Túrkev egy alföldi kis település, és Túrkevén úgy maradt meg még egy pillanatnyag és egy kicsit is a népesség, hogy egy 300 fő fölötti munkahely van, ami német autóiparnak gyárt, nem tudom miket, ilyen pici prütyköket és jó sokat és sok pénzért, és a legnagyobb foglalkoztató a településen. És nagyon hálás vagyok annak a vállalkozónak, aki ezt az egészet menedzselte, de nem hiszem, hogy ez az irány, ami jó lenne. Nem hiszem, hogyha a német autóipar több autót tud kivinni Amerikába, és több ilyen üzemet hozunk létre, az jó lesz a magyar gazdaságnak, és jó lesz a Magyarországon élő embereknek. Én azt gondolom, hogy ha azt szeretnénk elérni, hogy a Magyarország természetes erőforrásaira épített gazdaságot építsünk, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy ezek fenntartható munkahelyek legyenek úgy, hogy a lehető legjobb életminőséget biztosítják az Magyarországon élő embereknek, akkor ez az irány, amit a szabadkereskedelmi egyezmény kínál, az ellentétes irányba visz bennünket. Mert gyakorlatilag ez a egyenes út befele a zsákutcába, ahonnan nincs kimenetel. És én azért biztatom erre a kormányképviselőit, hogy zárkozzanak el. Tehát egyértelműen ne legyen az a hite az Európa Tanácsnak, hogy miniszterelnök úr majd valamilyen feltételekkel megszavazza, majd ha kivesszük a GMO-t, akkor támogatható lesz, mert még annyi akna marad benne, és ezek az aknák ott állnak a magyar társadalom előtt, és ott kell rajta végig sétálnunk. Teljesen más útra kellene haladnunk, le kellene szállni előre a vonatról, és megindulni visszafele Nyíregyháza fele, és a szabadkereskedelmi egyezmény bármilyen szintű elfogadása ez ezzel ellentétes hatású.
kicsit ugye eltértünk a témától, és ha megengedik még, hogy tegyek vissza én is egy picit a mezőgazdasághoz. Gyakorlatilag ugye arról beszélünk mindig, illetve a lehet más a politikának ugye egy fontos szemléletbeli kérdése az, hogy nem szeretnénk a Magyarország teljesítő képességét GDP-ben mérni. Nem szeretnénk azt, hogy mérőszámok, gazdasági mutatók és diagramok mutassák azt meg, hogy Magyarországon milyen a tevékenységünk eredménye. Azt szeretnénk, hogyha a legkevesebb öngyilkosság Magyarországon lenne, a legkevesebb rákbeteg Magyarországon lenne, a legösszetartóbb családok Magyarországon lennének, a legkisebb kivándorlás Magyarországról, tagállamon belül is Magyarországon lenne, és ez mutathatná meg, hogyha egy boldog, jobb, egészségesebb társadalmat építhetnénk. Ehhez arra van szükség, hogy a gazdaságunk ezt a célt szolgálja. Teljesen ismert, közhelyes paradigma, tehát engedjék meg, hogy ismétlem. Ugye annak idején 87-ben, amikor a közös jövőnk jelentés a fenntartható fejlődés megfogadta, a következő évtizedben még mindenki azt mondta, hogy három halmazt kell figyelembe vennünk, a társadalmat, a gazdaságot és a környezetet ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, és ezeknek a metszete a legkiválóbb. Majd eltelt 10 év, és a világnak a nálam okosabb gondolkozói rájöttek, hogy ez butaság, mert nem lehet egyenrangú halmazokat beszélni, mert soha nem lesz egyenrangú. Hogyha a gondolkozásunk középpontjában nem a társadalom áll, és ennek nem egy eszköze pusztán a gazdaság, hanem ugyanaz a cél marad, akkor félrevisz mindent. És hogyha a környezetet nem alapfeltételként kezeljük, mint a természeti erőforrásokat megteremtő, az biztosító hátteret, akkor gyakorlatilag az egész fenntartó fejlődés is rossz irányba vihet bennünket. A TTIP-nak a szemlélete az gazdaság-orientált szemlélet, kereskedelem-orientált szemlélet, ami azt veszi figyelembe, hogy a legfontosabb a kereskedelem és a gazdaság fejlődése. Ez az, ami miatt azt mondom, hogy ez kb. Azt kínálják nekem, hogy gyújtson fel a házat, és mondjam meg, hogy. Ez az, amit nem szeretnék, és ezért lennék nyugodt, hogyha a magyar kormány elzárkózna ettől.